Hát én annyit mondanák, hogy örülök, hogy itt vagyunk együtt, de a mikrofon fel meg, meg? Igen. Hogy itt vagyunk együtt, és ebben az évben is. A Gyuri azért már sok mindent elmondott, főleg azt a pár szót, amit előzőleg akartam mondani a Menahem Pressleről, tehát már nem térek vissza, de tényleg egy nagyon nagy öröm volt számomra is természetesen. Még a, talán annyit hozzámondanák, Gyuri, hogy másnap a koncert után a Menahem Pressler csinált egy ilyen úgynevezett masterclass-t is a zenekar próbatermébe, ahol nagyszerű zongoristák és együttesek játszottak neki, és este, mielőtt elutazott volna másnap, találkozott, és együtt voltunk a Kurtág Györgynél otthon, és hát azt, annyit mondanak, az is egy hihetetlen esemény, és érdekes momentum volt, amikor két ilyen ember ott volt, ugye hát mind a ketten abban a korban, egy ilyen szép korban, és a zene és a tisztelet, ami egymás között, ahogy az volt. És én ottan úgy mondom, mindegy fiatal ember ottan mindegyében, és ez nekem nagyon viccel. Na jó, és az, tehát nagy öröm volt számomra, és remélem, hogy vissza tudjuk várni, és vissza fog jönni jó egészségben továbbra is. És a másik szót, de azért csak egy 10 másodpercig elmondanám, hogy a Jesus López Cobos, aki egy csodálatos ember, nagy karmester, világhírű karmester, és jó barátom volt, sajnos ő már benne volt a jövő évi műsorban, de aztán természetesen ő elhagyott. Csak annyit mondanák, hogy az emlékét azt őrizzük meg, mert egy nagyon nagy ember volt, és örülök, hogy legalább egyszer eljött a MEA zenekarhoz, és sikerült. Na most, hát akkor többet nem beszélek, annyit a mesterbérletről természetesen, de hát ugye nem voltunk hozzászokva annyira, hogy ilyen Charles Dutoit, meg a Vengaro, meg ilyen világsztárok jönnek, de most ezt nem kell azt hinni, hogy most rögtön csak világsztárok fognak jönni, de hogy a Gyuri nagyon jól mondta, és ezt értékelem, és ez volt nekem úgy mondva azért éveken keresztül a szilágvonal, hogy akik jönnek, azok olyan művészek legyenek, akik megállják a helyeket, akik nagy zenészek. De nem csak a világsztárok a nagy zenészek, hanem nagy előadók. Tehát ez így van. Persze van, akinek több a marketing, vagy több a mai világban, hogy rengeteget számít, viszont ott van az a sok nagyszerű művész, akinek van mondani valója, aki egy igazi előadó, és számunkra ez a fontos, hogy ilyen emberek jöjjenek, dolgozzanak a zenekarral, és a közönségünk lássa őket. Tehát akkor egy pár szóval visszatérnék, ahogy mondtam, ugye lesz ez egy újdonság, tehát jövő szezonban lesz egy hegedű bérlet, tehát a neveket az előbb már elmondtam, a koncertek az akadémián, ugye, és az olasz intézetben lesznek megismételve, úgymondva, azok a koncertek, amelyek a hegedű bérlet keretében lemennek, az az olasz intézet lesz. Aztán egy pár szóval csak megemlíteném azt, hogy azt a hegedűst, akit úgy hívnak, hogy Gilles Appap. Ő lesz a megnyitó koncert, tehát a szeptember egyik bérletes koncertünkön, az első bérletes koncertünkön, ő lesz a szólista. Ő Kaliforniában él, egy francia eredetű, úgymondva, és a világot járja, egy nagyon-nagyon érdekes figura, úgymondva. Érdekes ember. Nem a megszokott szólista, aki jön, eljátsza a koncertjét, szépen így, úgy. Ő egy olyan ember, aki rengeteget játszik ilyen, sőt, úgymondva improvizál, rengeteget csinál ilyen mindenféle együttesekkel, egy nagyon érdekes személyiség. És néha, az előbb mondtad, ilyen értelemben is kell néha egyeseket meghallgatni, mert rájövünk és látjuk, hogy így is elő lehet adni, meg úgy is. Azt szerint, hogy pont olyan érdekes és pont annyira
értékes zenélés, mint mások esetleg. Csak egy más irány, egy más fajta előadó. Egy nagyon érdekes hegedűs. Nagyon szereti Bartókot, a legutoljább tavaly csináltam vele a Bartók második hegedű versenyt más országokban, de most két Bartók rapszódiát, a két, az első és a második rapszódiát fogja játszani, és ehhez úgy mondva Bartók és hát Amerika, van egy amerikai műsor körülötte, ez azért is, hogy egy kis kacsintás a Bernsteinra, lesz a Slava Nyitán, és aztán lesz egy görsvén kis darab, és a Grand Canyon Suite, tehát Grofé Grand Canyon Suite, ami egy nagy zenekari darab. Tehát ezt azért hoztuk megint elő, mert ezt már a zenekar játszotta, viszont nem volt még bérletes koncert. Aztán utána a hegedű bérletet, tehát a Kelemen Barnabás is fellép, ő a Bartók második hegedű versenyt, az Alexander Markov Csajkovszki hegedű versenyt fogunk játszani, a Szalai Antal Beethoven, és ugye hát a Robi Lakatos, azt most az előbb tudják, hogy igen. A jövő évadban, a műsorban több nagyméretű, monumentális alkotás is lesz, tehát olyan ismertebb darab, természetesen minden Brahms Requiem, de olyan általam nagyon szeretett, de a közönség által is, és remélem mindenki által szeretett Dvorák Stabat Mater, amit a közönségünknek még nem adtunk elő, tehát a bérletes közönség még nem hallotta, és nagyszerű szólistákkal, ezt én fogom vezényelni. Aztán lesz egy Mahler 5. szimfónia, amit szintén én csinálok, mert ugye már évek óta próbálok mindig egy új Mahler szimfóniát, vagy egy új Mahler darabot előadni. Ebben párosulnak majd a Rücker dalok, ugye, amit Melát Andrea fog énekelni. Akkor lesz egy érdekes mű, ami az is ritkán hangzik el, a Dohnányi Stabat Mater, a Keserák, Gergő fog vezényelni. És ehhez aztán természetesen ilyen ismert nevek, mint a nagyszerű magyar szólisták, úgy a legismertebbek, mint a fiatalabbak is helyt és helyet találnak. Természetesen a Ránki Dezső fellép velünk és velem, két Mozart zongoraversenyt fog játszani, és utána lesz egy Schubert nagy C-dur szimfónia. A Perényi Miklós szintén egy érdekes, ritkán hallhatott darab lesz a Doráti Gordonka versennyel. Aztán folytatjuk a sorozatainkat a Festesics Palotába, ahol a több zenekari szólista fel fog lépni. Folytatjuk az unokás koncerteket, ahol a gyerekek, a nagyszülők és mindenki más családok jelen lennek ezen a népszerű sorozatokon. És aztán a sok más koncert, ugye azt megtalálják nagyon nyomtatott anyagban. Na most annyit még hozzátennék, hogy ez az eltelt évad nagyon gazdag és nagyon érdekes volt. A zenekar nagyon jól helyt állt. Mondhatnám, hogy általában igazán egy magas nívó. És úgymond elfelejtve azt a sok kisebb-nagyobb nehézséget, ami néha a zenekarra történik, viszont van egy olyan akarat és egy olyan rugalmasság, ami kifejlődött az utóbbi években. Ezt aláhúzom, mert fontos. Rugalmasság, egy hangzás kialakult, egy odaadás, egy kompetens játékmód, úgyhogy a zenekart általában csak dicsérni lehet, és nagyon sok szép koncertet sikerült összehoznunk mindnyájunknak. Örülök annak is, hogy a Magyar Rádió, tehát a Bartók Rádió a koncerteinket sugározza, sokszor élőben. Tehát ez mind nagyon pozitív és nagyon jó. Hát talán még annyit mondanák, hogy
így ilyen értelemben folytatjuk tovább a munkánkat. Ahogy látják, vannak változások, a zenekar fiatalodik, marketing javul, vagy más lesz. Sok minden elindítunk, új ötletek, új repertoárt is. Szóval egy olyan dinamizmus is beáll, ami néha fontos, hogy újra töltsük ugye, az energiát, és ahogy mondtuk, mindnyájan az egész MÁV csapat és a művészet kivezetők és az igazgató, mindenki együtt dolgozik azért, hogy tényleg egy jó és érdekes évadot teremtsünk. Most nem akarok tovább beszélni, mert az idő eléggé ki van mérve, tehát azt hiszem,